videófelvételt készítek, erről a szinte új állapotú Technics ST HD 310-es mini hifiről. Nagyon-nagyon szép állapotban van. Teljesen hibátlan működés jellemzi. Most egy nagyon kartos CD lemez van benne. Azért van lehalkítva, mert a ismert védett zeneanyag tartalom miatt letiltja a YouTube a hanganyagot, vagy akár az egész videót. De egy pillanatra azért belemutatok, nagyon szép hangja van. Ami még fontos, lehalkítom vissza, hogy minden egyes hangzása külön állítható, látjuk, hogy a bass 0, 1, 2, 3, mínusz 3 és plusz 3 között állítható. A magas hang úgy szintén. Rendkívül szép hangú kis gép. Átkapcsolok más funkcióba, közben van egy telefonhívásom, de nem veszem föl. Tuner. A rádiónál, hogyha beprogramozzuk a rádiócsatornákat, automata hangolásos, nagyon hamar, gyorsan megtalálja a csatornát, 90,6-on meg kell állnia, meg is állt. Mindjárt megkeresem a set. Egy set, el van mentve az egyes csatorna. Nagyon gyorsan és könnyen megy a csatornamentés is. Szág, tuner mód. Ez az. Set. Kettő. És set. Hát most illusztrálom a távirányító. Nem az ő távirányítója, de 100%-ba kezeli a csatornák közötti váltás, mutatom. Akkor átkapcsolok CD-re. Ja, a kazettás deket nem vezérli. Egyedül a kazettás deket nem vezérli, más mindent. Átkapcsoltam CD-re, illusztrálom a CD-n a 5-ös számot, elindítom. Már megy is. Le van halkítva. Hát meg a Pink Floyd az ilyen, hogy már hallani, hogy szép halkan, hogy szól. Nem merem főhangosítani, mert mondom, az egész zenei, illetve a hanganyagot a YouTube törli, azért, mert az előadóknak a védettségét így biztosítja, hogy ne használjunk, ne szórakoztassunk más embereket a védett zeneanyag tartalommal. Illusztrálom a lemez állapotát. Egy nagyon kartos, nagyon régi CD lemez van benne. Hát ez nem semmi. Ez nagyon brutálul néz ki. Nem tudom mennyire látható, de biztos, hogy látható lesz. Hát a lemez az ilyen. A kazettás magnó egységét bemutatom úgy szintén. Fiókossal jön ki, és viszi be a kazettát. Mondjuk ezt behelyezem. Rendkívül érdekes a készüléknek a kazettás magnó egysége is. Szerintem nyaralóból származhat, mert rendkívül keveset ment a készülék. Vadonatúj szinte állapotilag is minden. Amit kaptam hozzá távirányítót, az egy gyári távirányító, de sajnos nem az ő távirányítója. Meg tudom mutatni, de ez a távirányító, amit adtak hozzá, ez sajnos semmit nem kezel vele. Most nem tudom, mit csináltam.
Ja, már véletlenül megnyomtam a kezembe ezt a távirányítót. Kezeli. Trékeket tudok vele keresztetni, minden. Kezeli a kezettás magnóegységet, most nézem. Most elkezdett keresni, pörgeti előre, és a következő szünetnél elvileg bekapcsolna, de én is be tudom kapcsolni. Most bekapcsoltam. Pauza, ez nem megy. Hát sajnos a többi gomb az előre hátra pörgetés megy, és a play megy rajt. Az oda-visszajátszást nem tudja kapcsolni, pedig tudja az oda-visszajátszást, láthatjuk. Mondjuk a lenyíló ajta alatt még van ennyi gomb, érdemes végigpróbálgatni, én most nem fogom végigpróbálni biztos, mert sok időt venne igénybe. A rádióját mutattam, a CD-jét mutattam, CD-je is, ja, ki is vettem a lemez, bocsánat. Készüléken egy AUX csatlakoztatási pont van még ezen kívül, de van rajta óra, ébresztő funkció, be lehet állítani, hogy mondjuk rádióval ébresszen. Bekapcsolás, kikapcsolás időzítő van még rajt. Kazettás kiveszem belőle. Nagyon szép állapotban van. És a távirányítóról mondom azt, hogy minden működik, egyedül az oda-visszajátszás nem működik a kazettás magnóegységén. Más minden. Nézd meg, hoppá, belekedtem egy kábelbe a lábába a kamerának, de körbe viszem, hogy lásd, hogy tényleg nagyon szép, megkímélt állapotban van. Olyan a kijelzője, mint a üzletből, amikor kihoztuk. Ezt meg kihozták. Hátulja két hangfal kimenetes, és van rajta még AUX és OUT csatlakozási pont. Hát még egyszer köszönöm, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem, és kérlek, tekints meg róla készült nagy felbontású képeimet is. További szép napot kívánok!